Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, Barbara vagyok, a Narcisz Coach, ma pedig a kötődési stílusokról, azon belül is a szorongó vagy ambivalens kötődésről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogyan is függ ez össze a narcisztikus kapcsolatokkal, és miért olyan gyakori, hogy a szorongva kötődők, vagy az ambivalens módon kötődők narcisztikus vagy valamilyen más bántalmazó kapcsolatban kötnek ki. Szóval a kötődési stílusokról fogok kicsit beszélni, hiszen egyre több és több ember fedezi fel a saját kötődési stílusát, ismeri meg, ami még korai gyerekkorunkban alakul ki, ám egész életünkben elkísérhet minket, a felnőttkori kapcsolatainkra is hatással van, arra is, hogy egyes pár vagy közeli kapcsolataink, baráti kapcsolataink, romantikus kapcsolataink hogyan forrják ki magukat, mondjuk akkor, amikor egy narcisztikus személlyel találkozunk. Ugye négy kötődési stílus van, a szorongó vagy ambivalens, az elkerülő, a dezorganizált, és hát ugye ott van a biztonságos, a jó kötődés, és nyilván arról is tanulunk, beszélünk, kolterápián van nekem erről többször szó, hogy hogyan is mutatkozhatnak meg ezek a narcisztikus kapcsolatokban. Szögezzünk le valamit már az elején. A kötődési stílus az nem olyan, mint valami horoszkóp. Nem olyan dolog, amivel az ember születik, és az egész életében benne ragad, és az egész életében jellemző lesz rá. Éppen ezért egy csomó munkával lehet javítani például a szorongó kötődési stíluson. Szorongó kötődési vagy ambivalens kötődési stílus nagyon gyakran jellemző a kódependensekre vagy akár a borderline-okra. Minél több egészséges kapcsolata van valakinek az élete során, a kötődési stílusa annál inkább pozitív irányba formálódik és elmozdul az egészséges, a biztonságos kötődés felé. A kutatások azt is kimutatták, hogy a jelen pillanatra jellemző mentális egészségünk minden másnál erősebben előrejelzi a jövőbeli kapcsolatainkra jellemző kötődési stílusunkat, mint a gyermekkori kötődési stílus. Tehát a jelen történetek, a jelen történések és állapotok nagyobb hatással vannak a jelenre és a jövőnkre, mint a múltbeli történések. De ehhez az kell, hogy fejleszd magad, fejleszd az empátiás képességedet, az önmagaddal szembeni empátiás képességed, legyen jó önreflexiód, tanuld meg azt, hogy hogyan tudod hitelesíteni önmagad, ugye én ezt a TKAK és a séma tréningeken tanítom, és örömmel jelentem be nektek, hogy elérkezett Magyarországra a séma tréning 3 és a 4, tehát a séma 3 és a séma 4, ahol séma módokról tanulunk, ezeket én ilyen kis aranyos társasjáték figurákkal szimbolizálom, ez például a fehér, az egészséges felnőtt, aztán a boldog gyermek, a boldogság, kék madaraja, azt látjátok, hogy jól elfűrészeltem az ujjamat, illetve káposztagyalón sikerült egy darabot lereszelnem belőle, bocs, a jelenetér. Itt van nekünk a dühös gyermeket, ezt pirossal jelképezem, mindenki ismeri a dürohamokat, amit a narcisztikus ilyenkor például, tehát nagyon gyakran a grandiozitással, a szégyenérzetét dürohammal, a grandiozitással kompenzálja túl, csapkod, kiabál, verekszik, stb. Itt van a fekete, nagyon gyűlölöm, ez a büntető szülő. Jó, ez a büntető szülő állapot, de van nekünk kritikus szülőnk, sebzett vagy sérülékeny gyermekünk, aztán ott van az impulzív vagy hisztis gyermekünk, különböző színekkel szimbolizálom, és a három rossz megküzdési mód, az alárendelődés, a túlkompenzálás vagy elkerülés. Na, ezekről tanulunk, fantasztikus a séma 3, séma 4, és azoknak javaslom, akik már valaha végeztek el nálam sématréninget, sématréning 1-et, vagy 2-t, vagy mindkettőt, ami egyébként nem kötelező, hogy ez meglegyen hozzá, de azok az idei évben egy hatod áron tudnak még részt venni bevezető áron a séma 3-on, séma 4-en. Gyertek, ebbe fantasztikus a képzés, séma 3 indul november 30-án, séma 4 is nem sokára indul október-novemberben, majd ide leteszem a videó alá, mert nem tudom kívülről a pontos dátumokat. Gyertek, gyertek, gyertek el, mert azt szokták mondani az ügyfeleim, akik már részt vettek a séma 3-on, séma 4 most lesz először, hogy ez volt a pont az íre, amivel összeállt a kép, tehát tényleg fantasztikus ez a séma mód
coaching munka, amikor megtanuljuk, hogy mit kell csinálni, mikor ilyen különböző üzemmódokba kerülünk. És ugye a szorongásos kötődéssel rendelkezők, azok nagyon könnyen be tudnak triggerelődni. Nem csak egy narcisztikus kapcsolatban tudnak betriggerelni adott esetben, mikor rájöttem, hogy az én kapcsolatom egy ADHD-s személlyel hozott össze a sors, egy aspergeres és ADHD-s, ODHD-s személlyel, imádom egyébként a páromat, negyedik éve vagyunk együtt, de akkor úgy mindent megértettem, viszont az ő ADHD-s neurodiverz működése, az bizony állandóan betriggerelte az én codependens borderline szorongó kötődésemet, és nagyon sokszor kiborultam, addig, amíg meg nem értettem, ezért mondom, hogy a tudás hatalom, meg nem értettem, hogy miről is van szó. Nagyon gyakran van, hogy valaki narcisztikusnak titulál valakit, vagy akár önmagát, főleg ha videókat meghallgat, könyveket elolvas, hiszen egy csomó mindent lát, ami igaz lehet rá, és kiderül, hogy valójában nem narcisztikus személyiségzavarról beszélünk, hanem van valami teljesen más probléma, mondjuk egy ADHD a háttérben, vagy akár egy autizmus spektrum zavar, és ezt narcisztikus megküzdési stílussal, állandóan túlkompenzáló stílussal igyekszik túlélni. Na most ebben a helyzetben nagyon sokat lehet tenni, és nagyon sokat lehet fejleszteni a coachingokkal, a konzultációkkal, a képzésekkel az illetőn, ha viszont narcisztikus személyiségzavar, az alapprobléma, tudjátok, a 10-es skálán ez a 9-es vagy a 10-es, hát ott már nagyon keveset lehet tenni. De hála Isten, ők tényleg kevesen vannak, azért vannak. Szóval az is lehet, hogy gyerekként valamelyik szülődhöz, az egyikhez mondjuk nagyon biztonságosan kötöttél. A másikhoz viszont bizonytalanul, főleg mondjuk, ha volt egy diszfunkcionális család, ahol az egyik szülő narcisztikus volt, vagy borderline, a másik kódependens, valószínű, hogy az egyik jobban dominált gyerekkorodban, mint a másik. Ha az a szülő volt, sokkal inkább jelen az életedben, akihez biztonságosan kötöttél, akkor ez lesz a dominánsabb kötődésed. Ekkor nagy az esély arra, hogy ezt fogod továbbvinni felnőtt korodba. És azért ez egy megnyugtató dolog. Sok olyan szülőnek mondom, akik rájönnek, hogy bántalmazó kapcsolatban élnek, elválnak, és féltik a gyerekeiket, hogyha te példát mutatsz, és te egy jó, biztonságos kötődést adsz a gyerekednek, akkor nagyon sokat teszel az ő tarisznyájába, útravalóul. A lényeg, hogy a kötődési stílus az nem olyan, mint egy halálos ítélet, nem végleges. Van nagyon rossz kötődési stílus is, a dezorganizált például, na ott már nagyon keveset lehet tenni, és az elkerülő, például narcisztikus személyiségzavarban az elkerülő kötődés is elég nehezen megváltoztatható, de nem csak a narcisztikus tud elkerülő kötődési stílussal rendelkezni, és az szerintem fejleszthető. Beszéljünk egy kicsit többet a szorongó kötődési stílusról, vagy úgy is hívják, hogy ambivalens kötődés, ugye többféle elnevezése is van ezeknek a kötődési stílusoknak. Akikre ez a kötődési stílus jellemző, azok bizonytalannak és fenyegetve érzik magukat a kapcsolataikban. Egyfajta fárasztó hullámvasút jellemzi, úgy is szoktam mondani, vagy tánc ezeket a kapcsolatokat, mert a szorongó, ambivalens fél az rendelkezik egyfajta szimbiotikus összeolvadási igényel, nagyon gyakran meg is találjuk ezt az összeolvadási sémát a sématréningen náluk, ugye a 8-as számú sémát a 18-ból, nagyon érdemes a sémákat így megérteni és tudni, mert így könnyen be tudod magad kategorizálni, és szakszerű segítséget tudsz kérni, ha erre szükséged van, és ezzel a szimbiotikus összeolvadási vágyjal együtt lesz benne egy belső bizonytalanság is. Emiatt a kapcsolódás az egy ilyen hullámvasúthoz hasonló szélsőségek között ingázó valami lesz, ami fárasztja a másikat is. Kimerítő mind a két fél számára, nincsen benne stabilitás. Ugyan a pár lehet, hogy a boldogságot szeretné hajszolni, de ez csak rövid időre
percekre, pillanatokra tudja átélni, mert a közelség és távolság, közeledés, távolozás, hullámzó váltakozása végül minden energiájukat felemészti, olyan lesz, mint egy állandó hullámvasút, ahol sokszor a mélybe száguldássá vagy szakítássá válik az élete. Tehát az emberi kapcsolatok azok nagyon mélyen befolyásolják az életünket. És a kötődési stílusunk az az, hogy hogyan kötődünk másokhoz, az meghatározza, hogy hogyan tudjuk működni az emberi interakcióinkat, az emberi kapcsolatainkat. Akik szorongva kötődnek, vagy ambivalensen, azok függővé válnak, kódependensé, a partnerüktől, és folyamatosan szoronganak a kapcsolattal kapcsolatosan. Tehát a szorongva kötődő emberek, azok bizonytalanságban, folyamatos bizonytalanságban érzik magukat. Állandóan rettegnek, hogy a partnerük elhagyhatja őket, megcsalhatja őket. Az egyes számú sémájuk állandóan aktív, ez a legsúlyosabb séma, nem véletlenül van a sor elején, az elhagyatottság, instabilitás nevű séma, amikor attól félek tudatalatt, hogy a partnerem el fog hagyni, meg fog csalni, el fog árulni, vagy meg fog betegedni, vagy meg fog halni, de valahogy majd eltűnik az életemből. Ez tarkíthatja egy csomó féltékenységi jelenet is a kapcsolatot. De attól is félhetnek, főleg, hogyha a hármas vagy a négyes számú sémájuk is aktív, hogy nem érdemlik meg a másik szeretetét vagy a figyelmét. Emiatt, mivel általában ez az első séma tartományban vannak a legsúlyosabb sémáink, az első 4-5 séma ide tartozik, de a 4 a legsúlyosabb belőle, ebből, ha az 1-es, 3-as, 4-es van, és most nem beszéltem abúzus sémáról, mert az a második, de az is nagyon sok esetben van, traumák, abúzusok a gyerekkorban. Tehát, hogyha ezek a sémák vannak, akkor ezek együtt csokorban is tudnak aktivizálódni, és ilyenkor ezek az emberek hajlamosak túlzottan rácsimpaszkodni, ráakaszkodni a partnerükre, és állandóan várják tőlük a hitelesítést, hogy folyamatosan megerősítse őket. Ahogy mondtam, ez a kötődési stílus korai gyermekkori élményekre, nagyon korai gyermekkori élményekre vezethető vissza, általában már 0 és 2 éves korunk között megalapozódik. A szorongva kötődő emberek nagyon gyakran olyan családi környezetből jönnek, ahol az érzelmi biztonság, a védelem, az empátia vagy a stabilitás hiányzik. Ezért azt tanulják meg, azt sajátítják el, hogy a kötődésüket az állandó hitelesítésen és függőségen keresztül éljék meg. És ez bizony komoly hatással van a párkapcsolatokra, a baráti kapcsolatokra, a családi kapcsolatokra is. Mert ez a túlzott függőség, Siam-Iker jelenségnek hívom ezt sokszor, és a szorongás, állandó betriggerelődés, ez mindig nyomást gyakorol a másik félre is, és ez néha annak az eltávolításához vezet. Az ilyen emberek gyakran túlreagálják a kapcsolat nehéz pillanatait, mert folyamatosan egyfajta pánikban vannak, és az elutasítás érzését élhetik meg, hiszen állandóan triggerelhetők. Nagyon fontos, hogyha felismerjük, hogy szorongó kötődési stílussal rendelkezünk, akkor fogadjuk el, hogy ilyen kötődési stílusunk van. Kezdjünk el fejlődni. Az önismeret, a tudás, az a felfelé vívő spirál első lépése, az fog elvezetni a tudatos gondolkodáshoz. Minél tudatosabb legyél, hiszen tudatosnak lenni jó. És akkor már felismered, megérted, felfeded a szorongásod forrásait, és hogy azok hogyan hatnak a kapcsolataidra, milyen tévhitekben, téveszmékben, hiedelmekben jelennek meg, sémákban válnak valóra. És van megoldás, én erre ugye egyéni coachingot, konzultációt tartok, vagy pedig nagyon jók, ahogy mondtam, a TKAK és a séma 1-2-3-4 képzés. Az ilyen embereknek, akiknek szorongó kötődése van, szorongó vagy ambivalens,
Valamilyen szinten mindig egyfajta aszimmetria jellemzi a kapcsolatát, és szinte biztosra vehető, hogy a szorongóan kötődő előbb-utóbb legalább egy narcisztikus emberrel kapcsolatba fog lépni. Mivel a szorongóan kötődő egyén önmagát is leértékeli, lekicsinyíti egy bizonyos ponton, a narcisztikust viszont ilyenkor túlbecsüli. Képzeljétek el, hogy nemrég váltottam egy üzenetet szakmai okok miatt, szakmai segítség véget, azzal az illetővel, aki miatt én létrehoztam ezt a csatornát. Ez egy narcisztikus személy volt, és én akkor azt gondoltam, hogy ő az én legjobb barátom. Tehát nem egy romantikus kapcsolat volt, hanem egy baráti kapcsolat. Nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, napi órákat beszélgettünk ugye az ideális szakaszban, felfelé ívelő szakaszunkban, akkor még nem tudtam, hogy mi ez az egész, most már 2016-ban volt, nem is 5-6 éve, hanem jó rége. Na mindegy, és most váltottam vele egy üzenetet, arra természetesen narcisztikus módon reagált, és tudjátok, mit éreztem most először? Szánalmat. És azt mondtam, hogy egyszerűen nem hatnak már rám a bántásai, hiába van, akit elrejtve az üzenet között cinikusan, vagy szarkasztikusan, meg jelekkel teletűzdelve, meg minden, és azt mondtam, hogy úristen, hát eltelt 8 év, ez az ember semmit nem változott, sőt, tényleg rosszabb lett, és hogy én akkoriban, annak idején, hogy én őt ide fölraktam a piedesztára, hogy mennyire idealizáltam, mert persze csak addig tartott a barátságunk, amíg ezt az idealizációt meg tudtam adni neki, de hogy mennyire hajlamosak vagyunk mi, szorongva kötődő emberek megcsinálni ezt egy narcisztikus személlyel, hogy túlértékeljük, túlidealizáljuk, túlbecsüljük őt, önmagánál jobban szeretjük, mindent meglátunk benne, ami nincs is ott. A narcisztikus fél pedig szintén leértékeli és lekicsinli egy idő után a párját, a barátját. Így ezekben a kapcsolatokban nagyon-nagyon sok, mondhatni, rengeteg leértékelése van a szorongó fél irányába, ami nyilván a szorongását is növelni fogja. Lenémítom közben a telefonomat. Tehát valóban szörnyű ez a helyzet, mivel a narcisztikus kapcsolatokban a validálás, a hitelesítés, amit a TKOK-ban tanítok meg, hogy mi az egyoldalú marad. A narcisztikus szerint ugyanis ez a hitelesítés, ez az érvényesítés, ez csak neki jár. A szorongó fél pedig, ahogy egyre inkább beszorong, betriggerelődik, folyamatosan megnyugtatásra vágyik. Mert az kell neki, hogy biztonságban érezze magát, és ne aggodalmaskodjon az elhagyatás, főleg az első, az egyes számú séma, elhagyás, megcsalás kockázata miatt. Ezért számukra a narcisztikus kapcsolatok tényleg brutálisak lesznek egy idő után. A szorongó félnek ugyanis megnyugtatásra lenne szüksége, olyan helyzetekben, amikor az egyikőjük például elutazik, a másik nem. És valljuk be, a narcisztikus igencsak hajlamos figyelmen kívül hagyni a határokat, titkolózni, főleg akkor, amikor elmegy valahova. Itt is találhatsz összefüggést az ADHD vagy az autizmus spektrum egy-egy jelensége között. Tehát arra kérlek, mielőtt rásütöd valakire, hogy az biztosan narcisztikus köcsög, vagy narcisztikus személyiségzavaros, tájékozódj. Nekem is van 8-10-15 rövidke videóm az ADHD-ról, az autizmusról. Érdemes meghallgatni őket, érdemes megismerned a 7 fajta ADD típust, hogy melyik lehet, vagy melyikek lehetnek jellemzők az illetőre, aki közel áll hozzád. És érdemes tanulmányozni ezt, hiszen nagyon könnyen, itt a titkolózásnál például, nagyon könnyen kiderül, hogy egy sérült ADHD és akár nem diagnosztizált, nagyon gyakori, hogy nem diagnosztizált, felnőtt ADHD-s vagy ADD-s autista szeméről van szó. Tehát az ilyen helyzetek, az, hogy a másikkal nem vagy egy helyen, egy helyszínen, és ráadásul, ha megy a titkolózás, a titokzatoskodás, az iszonyatosan nehéz a szorongó kötődésű ember számára. Hiszen őket már maga az egy időre váló különválás is letaglózza, főleg, ha megvan a 8-as számú sémája is, az összeolvadás, a sziámi jelenség, az éretlenség.
mert azt hiszik, hogy el fogják veszíteni a másikat, ez meg az egyes számú séma, ami mindig ott dübörög. A helyzet ott kezd igazán bonyolultá válni, mivel sok narcisztikus, főleg a rejtett, a sérülékeny narcisztikus, azok közül is vannak olyanok, akik szorongóan kötődnek. Nem minden narcisztikusnak elkerülő a kötődése, oké? A rejtett, sebezhető, vékonybőrű, sérülékeny narcisztikus közül nagyon sok szintén szorongva kötődik. Tehát a szorongó ambivalens kötődés jellemző rá. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen rejtett, sérülékeny narcisztikus is közelharcot vívhat azért, hogy a másik biztosítsa őt a támogatásáról, hogy állandóan elfogadja, validálja, hitelesíti. Cserébe viszont, mivel narcisztikus, ugyanúgy, mint a nyílt, nem sokat ad, vagy éppensége semmit sem ad. Amikor a hitelesítés, a validálás után sóvárgó dinamika túlpörög benne, akkor a szorongóan kötődő, sérülékeny narcisztikus azt fogja gondolni, ezt te már nagyon jól ismered, hogy ő egy áldozat. Egyszer s mind le fogja becsmérelni a másikat, és közben ő is attól retteg, hogy a másik el fogja hagyni. Ugyanezt csinálják egyébként a coachingban is, vagy a képzéseken is, a rejtett narcisztikusok, oké? Nem csak a párkapcsolatokban. Tehát látod, hogy ezek a kapcsolatok nagyon zavarosak, nyakatekertek, veszekedésekkel, konfliktusokkal teliek tudnak lenni. Ez a kötődési stílus, a szorongó vagy ambivalens kötődés, a magasfokú szorongásból, a szorongás, a beszorongott állapot, az betriggerelt állapotot jelent, amikor valamilyen sémamódba vagy sémáid aktivizálódnak. És az alacsony elkerülésből együttesen születik. Tehát azért is hívják úgy is ezt a szorongó vagy ambivalens kötődést, hogy aggodalmaskodó kötődés, ami annyit tesz, hogy állandóan szoronganak és félnek magától az elköteleződéstől, a kötődéstől, de az elválástól is. Állandóan ruminálnak, azaz kérődzenek, mindig ugyanazon a problémán agyalnak, ugyanazon a múltbeli dolgokon agyalnak a kapcsolataikon, a régi sérelmeiken, akkor is, amikor a másikra gondolnak, mindig, amikor nincsenek együtt, akkor is. És ahogy mondtam most korábban is, a dolog vége nagyon gyakran az, hogy a szorongóan kötődő fél narcisztikus kapcsolatban találja magát. Mondjuk egy szorongóan kötődő borderline, vagy egy szorongóan kötődő kódependens személy összeáll egy nyílt vagy egy rejtett narcisztikussal. Lehet, hogy azért, mert ezek a kapcsolatok emlékeztetik őt valamire, nagyon gyakran egy vagy több gyermekkori kapcsolatára, amelyben a legjobb esetben is bizonytalanul próbált kötődni a másik személyhez. A szorongó kötődési mód tehát akkor alakul ki, ha az egyén kicsi gyermekkora, kora gyermekkori kapcsolatait a gondozók, az elsődleges gondozók, vagy a másodlagos gondozók, az anya, vagy az apa, vagy a nagyszülők, vagy a testvér következetlensége jellemzi, vagy az jellemzi, hogy nincs jelen, tehát nem áll rendelkezésre. Ugye, ahogy tanítom a koltterápiában, hogy hogyan alakulnak ki a kötődések, és mikor jön létre bizonytalan kötődés. Egy biztonságos, három bizonytalan, ugye a bizonytalanon belül van a szorongó, a dezorganizált és az elkerülő, tehát összesen négyféle van. Ez úgy jön létre, ha a biztonságos kötődés úgy jön létre, azaz egy jó, hogyha a szülő állandóan jelen van a pici gyermek mellett, ez a kiskutyám, most megtalált az egyik játékát, Héra, itt van mellettem, tehát, hogy vagy állandóan jelen van a szülő, és emellett empatikus, vagyis úgy szoktuk mondani, hogy responszív, feleletkész, empatikus a gyermekkel, érzi, hogy annak mire van szüksége, és megadja ezeket az érzelmi alapszükségleteket, amit ha nem kapsz meg, akkor fogod megérteni, hogy melyik érzelmi alapszükségletet szenved egy csorbát, annak megfelelően melyik séma tartományban, milyen sémáid jöttek létre. Tehát ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk kötődni, hiperkritikus általában az édesanyja személyisége, a személye,
az első két évben, mégpedig azon belül is az a hiperkritikus, hogy állandóan jelen legyen, és responszív legyen, feleletkész legyen, empatikus feleletkész legyen a gyermek igényeire. Ha ez megadatik, akkor nagy eséllyel biztonságosan kötődő felnőtté válik valaki. De hogyha nem, és kialakul a szorongó kötődést, akkor általában olyan környezetet hoznak létre ezek a gondozók a gyermekeiknek, ami nagyon hasonlít a narcisztikus kapcsolatokra. Hol ráhangolódnak a gyerekre, hol nem. Következetlenek. A gyerekettől szorongani kezd, mert nem biztos abban, hogy a gondozó mindig rendelkezésre fog állni akkor, amikor neki szüksége lesz rá. A másik narcisztikus vibe ebben az egészben, hogy a szorongó kötődést kialakító szülők a gyereket a saját igényeik kielégítésére használják, arra, hogy a gyerek validálja, hitelesítse őket. Egyrészt ezt már jókorán megtanulják, ami majd később egy ilyen narcisztikus kapcsolatban sokáig benne tartja őket. Ezek a szülők gyakran tolakodók, nem tisztelik a gyermekük határait, így végül a gyerek előbb-utóbb narcisztikus forrássá válik. Van, hogy túllépik a hatáskörüket, csak hogy megkapják a validálást, parentifikálják, például szülősítik a gyereket. Nem ritka, hogy a szorongó kötődésű gyerekek olyan családokból jönnek, ahol a gyerekek csak akkor érdekesek, csak akkor kapnak figyelmet, ugye feltételhez kötött szeretetet, ha jó színben tüntetik fel a szülőt, ha úgymond ők a jó gyerekek, a jó tanuló, jó sportoló, jól rajzoló, mit tudom, milyen gyerekek, vagy csöndes gyerekek. Tehát láthatjuk, hogy a narcisztikus szülőség intergenerációs körforgása ilyenkor megnyilvánul a családban, és azt is láthatjuk, hogy hogyan lesz majd belőle egy szorongó kötődés, amely miatt majd felnőttként számos párkapcsolati kihívással szembe kell néznie az egyénnek, és ezek a következő generációra is rászállnak, hatással lesznek. Amíg meg nem gyógyítod magad, meg nem érted, hogy milyen egy biztonságos kötődés, és hogy tudod ezt majd továbbadni a gyerekeidnek. Saját maguk leértékelése ilyenkor az egyik legalattomosabb dolog, ami történhet az emberrel, mivel ezek a személyek annyira önbecsmérlők tudnak lenni, hogy amikor a narcisztikus is beszáll ebbe a leértékelősdi játékba, akkor a szorongóan kötődő személy még inkább megerősödik abban a tudatban, hogy ez az igazság, hogy ő egy értéktelen valaki, aki becsmérelni való. És így még jobban megindul az ördögi kör, hiszen még jobban rettegni fog attól, hogy a másik majd elhagyja. És még jobban retteg, annál inkább kialakul a traumakötés, és a szorongó fél elkezdi a narcisztikus fél viselkedését visszaigazolni, hitelesíteni, racionalizálni, kifogásokat keresni, és annál inkább hibáztatni fogja önmagát. A szorongóan kötődő egyének, tehát rengeteget szenvednek a narcisztikus kapcsolatokban, későn ismerik fel, és sokáig benne maradnak, mert annyira sóvárognak azután, hogy a párjuk szeretetteljes, empatikus, támogató és mindig jelenlévő legyen, ami ugye gyerekkorban nem volt a responszív szülő vagy a jelenlévő szülő, de ennek gyakorlatilag pont az ellenkezőjét fogják kapni, hogyha a párjuk narcisztikus. Ha megcsináltál valamilyen online tesztet, vagy meghallgattad ezt a videót, és rájöttél, hogy szorongó a kötődésed, és mondjuk tudod azt is, hogy egy narcisztikus kapcsolatban élsz, vagy éltél korábban, akkor tudod azt is, hogy milyen kemény menet, és mennyire egészségtelen, mennyire megbetegít mentálisan, fizikálisan is. Ez tényleg egy olyan kötődési stílus, ami nagyon sok gondot tud okozni az egyénnek, rengeteg mentális és fizikai betegséget, mert egy olyan dinamikát táplál, ami csak egyre fokozza és fokozza a félelmet és a szorongást a kapcsolatokban, és folyamatos betriggerelődésekhez vezet. Szakítsd meg ezt a láncot, tanulj meg önmagadat,
Tanuld meg, hogy hogyan tudod önmagadat hitelesíteni, hogy ne legyen szükséged erre a kapaszkodásra és mások hitelesítésére, hogy ne érezd magad olyan hülyén, ha a másik nem hitelesít, vagy leértékel. Ezt kapod a TKAK-ban. Indul most október 12-én, meg majd december 1-én, jó? 2024-ben. Séma 1-2-3 indul szeptember 29-én. A Séma 4-nek nem tudom megmondani kívülről az időpontját, de majd itt feltüntetjük nektek a videó alatt. A lényeg, hogy ne sajnáld erre a pénzt, az időt, az energiát. Életed legjobb befektetése lesz, de csak akkor, hogyha használod is ezt a tudást. Tehát nem elég csak meghallgatni az előadásokat, meghallgatni egy csomó videót, elmenni családállításra, vagy kineziológushoz, ezek jó dolgok, csináljátok, de nem fog meggyógyítani, ha szorongó kötődésed van. Ennél több kell. Te magad tudod önmagadat meggyógyítani, de az első lépés, hogy megszerezd hozzá a megfelelő tudást. Ezek a képzések szerintem még a coachingnál is fontosabbak, a beszélgetős terápiáknál is fontosabbak, és lehet, hogy megint megharagszanak rám néhányan, de én úgy gondolom, hogy a képzés, amivel megtanulod önmagad hitelesítését, felismered önmagad séma módjait, üzemmódjait, hogy milyen vagy, amikor benne vagy egy hisztis gyerekbe, egy dühös gyerekbe, egy büntető szülőbe, vagy egy rossz megküzdési módban, mert éppen elkerülsz inkább mindent, vagy alárendelődsz és behódolsz szexuálisan, meg egyéb mintákat követsz, akkor azok tudatalatti mintázatok, sémák. Ezeket meg lehet fogni a gyeplőt, meg lehet csinálni, és nagyon egyszerű az út, de nem könnyű, kitartó munkát igényel. A képzéseim azok nem egyhetesek, meg nem egynaposak, hanem a séma 1-2-3 fél éves képzés, de heti egy órát igényel tőled, és ha nem tudsz állandóan jelen lenni, mindig elkérheted a felvételt, de az a lényeg, hogy csináld a feladatokat, értsd meg, csináld a coaching feladatokat, csináld velünk az életvonal koordináta rendszert, keresd meg a negatív történéseket a múltadból, és validáld, keretezd át, írd át a történelmet, és majd akkor a viselkedésed szintjén is megjelenik a változás, hiszen egyre inkább kirakod a narcisztikusokat az életedből, ahogy én tegnap tettem kettő emberrel is, és sokkal könnyebbnek érzem magam, és egyre több olyan embert vonzol az életedbe, rezgés törvénye, vonzás törvénye, gyógyulás állapota következtében, akikkel egy boldog jövőt tudsz tervezni. És hidd el, egy ADHD-s vagy autizmus spektrumon meglévő aspergeres személlyel iszonyatosan boldog tudsz lenni, ha kiderül, hogy ő nem egy narcisztikus. Várlak titeket a képzésekre, az iroda.lifechanger@gmail.com-on tudtok jelentkezni, és még szeptember hónapban, 2024-ben utoljára van az az akciónk, hogyha valaki konzultációs bérletet vesz hozzám, 5 alkalmasat vagy 10 alkalmasat, akkor ahhoz 2-t vagy 4-et, az 5-höz 2-t, a 10-hez 4-et adunk ingyen, tehát 30%-kal olcsóbb a konzultáció egyfőre jutó ára, amit egész évben fölhasználhatsz és átadhatsz valaki másnak is. És az ADHD-s tanfolyamaim is most indulnak, úgyhogy ne maradj le arról, hogy tájékozódj, hogy tényleg ez van-e a kapcsolatban. Egy napon indulnak, szeptember 28-án, de az egyik az kifejezetten párkapcsolatról, annak a hullámvasútjáról szól, hogy hogyan tudjuk kiegyenesíteni, és esettanulmányokat veszünk különböző ADHD-s párokról, egészen pontosan 6 párnak a történetét fogjuk végigkövetni, a másik pedig a végrehajtó funkciókat fejleszti, a memóriazavart, az időgazdálkodást, a tervezést, a priorizálást, tehát amikor a rövidtávú memóriában elvesznek a dolgok, és ezeket nem tudod átvinni a hosszútávú memóriába, és az ezekkel való megküzdésed néha hajazhat arra, mintha narcisztikus lennél, nyugodj meg, nem erről van szó, segítek, jelentkezzetek minél előbb, sziasztok! Köszönöm a mai figyelmet!